Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő következő lépése. Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. De először szeretném ezt a drága követ, Malahitot bemutatni. Malahit, ami szív csakránkkal áll összefüggésben. Úgy mondják, hogy Malahit az a lelkünknek a köve, erősíti a szívünket, sőt, ha a szívünkhöz tesszük ezt a drága követ, akkor érezzük a belső egyensúlyt, a nyugalmat, ez egy ilyen energia áramlás, és ezt megkapja a szívünk, abban is segít, hogy kinyissuk a szívünket, mint egy kincses ládát, így szoktam ezt összehasonlítani, és ebben a kincses ládában, a szívünkben van mindaz, amit mi szeretünk, vagy akit szeretünk, vagy amit kedvelünk. Ennek a malahitnak van egy ilyen tisztító hatása is, és segít abban, hogy meglegyen az életerő, az életöröm, élvezzük az életet, éljük a mi énünket. Van gyógyító hatása is ízületi gyulladásoknál, reumánál, vagy ha vannak ilyen görcsös fájdalmak, akkor van ilyen nyugtató hatása. Ami még fontos ennél, a drágakőnél, hogy segít abban, hogy a negatív energia eltávolodjon tőlünk, és van ez a gyógyító erő, ez a hatás, és különösen a szívünkre, a lelkünkre hat, és ez kihat természetesen a párkapcsolatra is. Sőt, ha te tervezed azt, hogy néhány kilót lefogy, akkor beleteheted az ivóvízbe ezt a malahitot, segít a fogyókúránál is. Ez a drágakő malahit az a bak jegyével, az oroszlán jegyével, a vízöntő jegyével és a skorpión jegyével áll összefüggésben. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Itt láthatóak az érmék. Itt anyagiakról van szó, vagy a munkáról, a hivatásról. De jelenti a belső értékeket is, hogy te vagy értékes számára, vagy ő értékes számodra. Itt megvan a magabiztos fellépés, és ebben segít Malahit, hogy tényleg erősítsd a szívedet, a lelkedet, a te saját énedet, a magabiztonságodat. És akkor itt megvan ez a gyönyörű kisugárzás, ez a napsugár jelentheti azt, hogy kiderül a valóság, láthatóvá tesz valamit, vagy megvan nálad ez a kisugárzás, sőt, megvan a vonzalom kettőtök között. És bíz a sorsodban, hiszen itt a főpapnő jelenti azt, itt minden úgy alakul, ahogy megvan írva a sorsok könyvében. Itt a 9-es szám utal ugyan még korlátozásokra, ez olyan, mint egy kerítés, nem megy tovább, viszont át kell mászni ezen a kerítésen, hogy itt legyen egy új kezdet. Ez lehet egy munkahelyi változás is, hiszen, mint említettem, az érmék jelentik a pénzügyi dolgokat, gyakran a munkát, a hivatást. De nem csak a munkát illetően lesznek itt változások, hanem itt megvan a bizalom, hogy minden úgy alakul, ahogy megvan írva a sorsok könyvében, és itt látható az erő, az életerő, hiszen te adsz számára erőt, vagy fordítva is lehet, hogy ő ad számodra erőt. Ez az erő lehet a belső erő is, ez a magabiztonság, hogy tudod, azt minden úgy alakul, ahogy te ezt elképzeled,
és itt látható ez a szerelmes pár, itt lesz közeledés, és Malahit segít a szívügyi dolgokban, kihat a lelki világunkra, adja ezt a belső nyugalmat és harmóniát. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!